Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Jelenleg Dalmant térségében tartózkodunk, a Kövécs mezőgazdasági Kft. Egyik szántóföldjén, egy kukoricatarlón, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm köreinkbe Kövécs Tamást. Szervusz, Tomi! Szia, Bence! Jelen esetben egy top-down 6 méteres szántóföldi kultivátort fogunk bemutatni. Jelenleg is dolgozik a gép. Egy eléggé impozáns, gyönyörű gépkapcsolatot láthatunk, úgyhogy nagyon nagy örömmel vagyok itt nálatok, és tényleg nem győzöm elégszer megköszönni. Arra kérnélek, Tomi, hogy légy szíves pár mondatba mutasd be a gazdaságotokat. Jó, a családom 500 hektáron gazdálkodik, szüleink alapították 94-ben a céget, jelenleg a bátyámmal közösen vezetjük a mezősági cégünket. Főnövényünk igazából a cukorrépa, ami azért tudjuk, hogy a talajnak nem a legjobb barátja, és fontos, hogy a szedések után minél optimálisabban tudjuk megcsinálni ezt a talajt. Tamás, azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy ti mikor vásároltatok ezt a gépet, és miért? Mi indokolta ezt? Jó, 2021-ben vásároltuk mi ezt a gépet. Azért, mert előtte volt egy kultusz gépünk, és nagyon tetszett a munkája, és nagyon jók voltak vele a tapasztalatok, és úgy gondoltuk, hogy valójában ez a tárcsasor, ez nagyon fontos lenne az elmunkálásoknál, az aprításnál, így vásároltuk ezt a gépet. Igazából minden növény előtt ezt használjuk, az utóbbi időben a 35 centi helyett inkább 25 centin húzzuk, hogyha úgy érezzük, hogy fölösleges ilyen mélyen húzni, nem indokolt. 2018, amikor megvásároltuk a kultuszt, akkor letettük az ekét, azóta nem is használjuk. Úgy gondolom, hogy a talajéletnek ez pozitív hatással van. A humusztartalmunk is elkezdett emelkedni, és hát majdnem azt mondom, hogy nem is szeretnénk többet szántani. Ha optimálisak a körülmények, akkor egy kultivátorral tökéletesen elő lehet készíteni a talajt és megcsinálni. Tehát idén 20 éves a top-down, erre elképesztően büszkék vagyunk, ennek megfelelően 20% kedvezmény jár évvégéig az összes top-down modellünkre. Vessünk egy pár pillantást a gépre az elejétől a végéig. Ugye ez az általunk csak multikultivátornak nevezett eszköz, egy tárcsasorral kezdődik, gumibakos felfüggesztéssel vannak, külön-külön tárcsatartókkal az összes tárcsalapjaink, természetesen az általunk jól ismert carrier elvet követi a tárcsás rendszer. Utána jön a gépnek a lelke, a kapasor, a kapaszekció, ez egy 27 centis kapaosztással elérhető gép, amivel nem jelenthet akadályt nekünk a mélység sem, hiszen alsó hangon 30 cm-ig tudunk lemenni, ezekkel még az átlag kapa hegyekkel is, de a különböző kapa hegyekkel akár a 40 cm is elérhető. Ez a gép jelenleg az úgynevezett break mix hegyekkel van szerelve, aminek az az előnye, hogy a forgatáson túl alá tudunk nyúlni a rétegnek, és föl tudjuk törni a tömörödött altalajt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a gép az úgynevezett mixing készárakkal van szerelve, és ez teszi lehetővé azt, hogy maga elé dobja a talajt, és ennek köszönhetően gyakorlatilag kétszer forgatjuk meg az adott talajmennyiséget. Ha picit hátrébb jövünk, akkor található a rögrendező sor, ami a kapák által generált vájatokat, rögöket, nagyobb rögöket hivatott elrendezni, majd egy tömörítő hengersor található a gépen, többféle hengerrel elérhető ez az eszköz, jelenleg a sima acélgyűrűs hengerünkkel van szerelve, ez a legelterjedtebb, legalábbis ebben a régióban, de egyéb iránt szerelhető dupla acélgyűrűvel, illetve dupla U profilú hengerrel is. Külön kiemelném, hengersorunkkal nem csak a saját súlyánál fogva tudjuk visszatömöríteni a talajt, hanem adott esetben a gép súlya is ráterhelhető a hengerre, ezáltal egy nagyon extrém tömörítést tudunk elérni indokolt esetben. Másik fele a dolognak, hogyha nagyon nedvesek a körülmények és nem szeretnénk nagyon visszatömöríteni, akkor a henger az ki is emelhető, sőt extrém esetekben le is szerelhető a gépről.
Most már elérhető az úgynevezett e-service rendszer is ezekre a gépekre, ami azt jelenti, hogy nem külön hidraulika körökkel mozgatjuk a négy szekciónkat, hanem egy iPad segítségével a traktorból tudjuk irányítani az összes szekciót, illetve, hogyha van már táblatérképünk, akkor a táblatérkép alapján a gép saját magát fogja beállítani, és ezzel a segítséggel elkerülhető a talajnak a túlművelése, túlmunkálása, tehát az adott tömörödöttséghez képest ő saját magának be fogja állítani a mélységet. Megkérdeztetem, hogy milyen védestett gépeitek vannak még a portfólióban? Van nekünk egy Tempo L-es vetőgépünk, ami 18 és 12 sorra átszerelhető. Ezzel vetünk mi napraforgót, kukoricát és cukorrépát. Meg vagyunk nagyon vele elégedve, a precizitása nagyon jó. Az idén próbálkoztunk vele búzaszemenkénti vetéssel is, ami a 45 centit lefeleztük 22,5 centire, és majd betakarításkor kiderül, hogy milyen eredménye volt. Hát reméljük, hogy legalább ugyanazt a szintet fogja hozni, mint egy gabona vetőgéppel vetett. Reméljük. Tavaly egy 5 hektáron próbáltuk, és jobb volt, mint ha normál gabona sortávra vetett. Egy táblába volt, hát ha most ez így idén is újra kijön. És mennyire vagy elégedett a gépekkel, illetve a szolgáltatással és a szerviz háttérrel? Elégedettek vagyunk. Szerencsére a Topdownhoz nem igazán kellett még alkatrészt vásárolnunk. Annyit, hogy mi a Brake Mix kopóhegyet feltettük rá, és jók a tapasztalatok vele. A szervizes kolléga akár hétvégén is elérhető, és ha bármi probléma van a vetőgéppel, akkor készséggel áll rendelkezésre, és minél hamarabb itt van. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, további munkasikereket kívánok. Köszönöm szépen, Bence.